Budapest főváros közgyűlése Budapest-díjat adományozott dr. Járdányi Gergely Liszt Ferenc díjas nagybőgő művész részére. A nagybőgő mágusaként elért hazai és nemzetközi sikerei, pedagógiai és kutatói tevékenysége elismeréséül 2016. november 17-én. Hát Budapest számomra mindent jelent. A második kerület különösen, ez a szűkebb hazám, de Budapest olyan gyönyörű város, hogy minél többet utaztam a világban, annál inkább megerősödött bennem, hogy hát ez a világ legszebb városa. Ez egészen egyedüli. Olyan páratlan a fekvése a városunknak, hogy én nagyon, nagyon büszke vagyok, hogy ide születhettem. Járdányi Gergely édesapja Járdányi Pál Kossuth-díjas zeneszerző. Érettségi után először a mérnöki pályát választotta. Viszonylag későn, 19 évesen kezdett el nagybőgőzni. 2008-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen nagybőgősként elsőként habilitált. Elsősorban édesapámra való tekintettel 10 évi hegedű tanulás és 6 évi zongora tanulás után úgy döntöttem, hogy én nem leszek zenész. Nem minthogyha a tehetség hiányzott volna, hanem az akarat és főleg a szorgalomnak nagyon hiány voltam. És hát beláttam 16 éves fejjel, hogy így középszerűen nem lehet a Járdányi névvel zenész pályára menni. Ezért úgy döntöttem, hogy civil pályára lépek, abba hagytam a hegedű tanulást, teljes véletlen folytán kerültem kapcsolatba a nagybőgővel. Egy akkori haveromnál, aki szintén a jazzért meg a könnyű zenéért is rajongott, volt egy nagybőgő a lakásban, amelyet ő nem használt. És egyik alkalommal, amikor fölmentem hozzá, hogy egy kicsit örömködjünk, jazzeltünk, ő zongorázott, és mondta nekem, hogy kapjam föl a nagybőgőt. Mondtam, de hát én nem tudok nagybőgőzni. Azt mondja, hogy de próbáljuk azért meg. Hát kézbe vettem, és tényleg 10 évi hegedű tanulás után ezt a pár akkordot nem volt nehéz kikeresni, és a végén mondta, hogy vidd nyugodtan haza a bőgőt, nekem úgyse kell. Így kezdődött a dolog, így kerültem tényleg teljes véletlen folytán kapcsolatban a nagybőgővel. Utána tulajdonképpen az igazi bőgőtanulás az utána kezdődött, amikor kikerültem Bécsbe a világ legnagyszerűbb nagybőgőséhez, Ludwig Streicher professzorhoz. Ez a 80-as évek közepén volt, és nála sikerült 4 évet eltöltenem. A magyar nagybőgős nevéhez fűződik Giovanni Bottezzini olasz zeneszerző és nagybőgős virtuóz életművének felkutatása. Kint Bécsben megismertem Giovanni Bottezzini nevét és munkásságát. Bottezzini a 19. századi Olaszország, Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, ennek a zenei világnak az egyik képviselője. Nagybőgősként a hírneve Paganinijéval vetélkedett. Olasz kultuszminisztertől írásos engedélyt kaptam, hogy az egész Bottezzini hagyatékot földolgozzam. Mikor már én is elkezdtem koncertezni, és jártam erre arra a világban, akkor mindig ott, ahol éppen koncerteztem, az illető könyvtárba elmentem, és végig bogaráztam, hogy mi van, és rengeteg Bottezzini kéziratra találtam Párizsban, Londonban, de nem csak, magángyűjteményekben is. Hopsz! Na, ezt még egyszer! Az utóbbi években kezd a nagybőgő bekerülni a köztudatba úgy is, mint szóló hangszer. Nagyon jó zongoristából, nagyon jó fuvolistából, nagyon jó hegedűsből már rettentő sok volt, van és lesz. Nagyon-nagyon jó nagybőgősből nagyon kevés. Tehát ha valaki ki szeretne törni, azt kell mondjam, hogy a nagybőgővel lehet, hogy
nagyobb lehetősége, vagy több lehetősége van, mint hegedűvel. Ez persze mérlegelés kérdése, de minden esetre ma sokkal többen tanulnak, és sokkal, az általános színvonal sokkal magasabb, hihetetlenül megváltozott, és sokkal, sokkal többen jutnak egész magas színvonalra. Nagyon szépen. Jó volt.